Megtanultam azt, hogy elkezdek valamit, és befejezek valamit. Baromira érdekel józon paraszti észre, hogy egy meg egy az kettő. Tehát ilyen egyszerű módon összerakni az életet, ez már nagyon izgatott és érdekel. Emberi rendszernek a harmóniáját állítottuk rendbe különböző módon, és ezeket tanulmányoztuk. Hát ez egy teljesen más rendszerben tanulnak az emberek, mint a bármelyik iskola rendszer, amit ismerünk. Nem tudjuk hozzá kategorizálni. Leszedik minden olyan konvenciót, ami az oktatási rendszerben van, minden olyan célt, ami az emberek fejében, az oktatásban van, ahogy szocializálódtunk, hogy miért tanuljunk és miért érvényesülünk. Ez egy olyan szabadságot ad az embereknek, egy olyan utat ad, amivel egy teljesen más életet élhetnek, mint amit bármikor élhetett bárki. Tehát nincs ideológia benne, mindenki saját maga alakítja ki a saját életét. Nem adok konkrétumokat, hogy hogyan kell élni, adok technológiát, hogy hogyan kell élni. Ahogy megszülettünk, és feleszmélünk arra, hogy van egy biológiai szervezetünk, van agyunk, van lelkünk, vannak érzékeink, érzéseink, gondolataink, ezeket felfedezve elkezdjük építeni az életünket. Olyan úgy, mintha egy lakatlan szigetre kiúszol, és akkor látsz először növényeket, meg állatot, és bármit, addig mindenben elláttak téged, és minden teljesen új, és megtanulsz fára mászni, megtanulsz mindent. Semmihez nem kell ér, csak ahhoz, hogy bármikor, bármiben professzionális munkát végezzek. A legegyszerűbb példa az, hogy bárki bármilyen szakmát válasz, hogy mit szeretne csinálni, nem fog sikerülni. Le kell szűküljön egy nagyon szűk területre ma már. Olyan nagy tudásanyaga van, lexikális anyaga van az emberiségnek, hogy egy emberi élet és egy ember nem elegendő ahhoz, hogy egy szakmát felöleljen. Amit én tanítok ezen az úton, viszont pont fordítva történik az egész. Van rengeteg lexikális tudás, és ez az információ nem a könyvekben van. Ezek a könyvek, ezek csak lenyomatok, ezeket az emberek adták meg. Ez benne van a világban, az univerzumban. Körülöttünk van ez az információ. És ez az információhoz magulás, tanulás nélkül hozzá lehet jutni, és ezt adom át, hogy hogyan. Ezt a technológiát adom. Ehhez más emberré kell válni. Itt kapsz valamit, egy technológiát, a gyökereket. Olyan, mintha kapnál egy új szervet, amit nem agynak hívnak, amit nem tüdőnek hívnak, hanem egy új szerv, ami nem a szem, ami lát, hanem ennél sokkal többet kap. Nem egy spektrumon belül lát, hanem teljes spektrumon lát. És ez a szerv képes kommunikálni a világgal. Pont úgy képes kommunikálni, ahogy egy embrió az anya hasában. Hamarabb műveltem a kibernetikát magas szinten, mielőtt tudtam volna, hogy ezt így hívják. Jó megfogalmazható azoknak, akik komoly üzletet akarnak építeni. Sok pénzzel és a világban szavazati joggal rendelkezzen. Nem csak a pénzével, hát hogy megszólal a környezetében, és az emberek felfigyelnek rá és hisznek neki. Tehát az, aki komoly üzletet akar építeni, komoly elvárásai vannak az élettel szemben, vagy komoly céljai vannak, és megtalálta már a határt, amin nem tud tovább menni, akkor én ezen a határon tovább viszem őt. A fotózásban a folyamat érdekel. Az, hogy látok valamit, és ebből kialakítani egy gondolatot. Rendszert csinálni az adottságokból és a lehetőségekből. Golf az nekem egyrészt hobbi, egyrészt sport, és egyrészt egy tréning arra, hogy hogyan építse, hogyan készüljek föl az előadásaimra. Minden hibám, ami az életben hiba, akár párkapcsolatban, akár az oktatásomban, vagy bárhol, amit elkövetek, a golfban én ezt
össze tudom szedni. Ott ugyanúgy elkövettem, és felismerem ezeket, és tudok rajta javítani a mozgáson keresztül, például így saját magamat tudom menedzselni, és tanítani, hogy hogyan javítsam ki ezeket a hibákat. Ezek az eredmények megjelennek az oktatásban, megjelennek más embereknél, ahogy már új technológiákat dolgozom ki, tehát a golf egy komplex dolognál. Megtanulom a technológiát, és a technológiával bármennyi információt meg tudok szerezni. És a fekete box arról szól, hogy minden üres, berakjuk az embert ebbe a fekete boxba, ez egy kis terület, mint egy színpad, és ezt meg is csináltam, fekete függönyök volt, a fekete vadó, fekete plafon, minden fekete volt, és lámpa volt benne, rengeteg lámpát használtam, amit én programoztam előre, vagy közben, előadás közben, és alkotói munkát, feladatot adtam rend az embernek, tehát szerepeket adtam neki, eszközöket raktam be a színpadra, hogy használja emberként is, tehát új szereplőket raktam be, és megnéztük, hogy hogyan ment be ebbe a fekete boxba, egy nagyon terített világot, életet hoztam létre, és milyen eredményt hozott ki. És a különbség, ahogy bement, meg ahogy kijött, ez az a különbség, ami megmutatja, hogy mennyit tanult az idő alatt, hogy ő bent nagyon idézőjelben színészi munkát, alkotói munkát végzett. Mindent fekete boxnak hívnak, amikor vizsgálunk valamit az életben, hogy megnézzük, hogy milyen információt adunk ebbe a részbe, és megnézzük, hogy milyen információ jön ki. Hírnév nekem azért kell, hogy minden több embert elérjek. Az én dolgom az életben az a lehetetlen rendszereket együttműködésre tanítom. Van az embereknek egy elképzelése a jövőről, akár egy üzleti elképzelés a jövőről, és ez csak a jövőben derül ki, hogy ez lehetetlen. Ez azt jelenti, hogy van az ember, az üzletember most, vannak a tervei, jövőben. Ezek a tervek nem jöhetnek létre, mert ez az ember nem kompatibilis azzal a jövővel, amit szeretne. És nem tud oda jutni, mert nincs az a tudásanyag az emberiségnél, ami megváltoztatja az ő útját, hogy ide kerüljön. Én ezt megfordítom. A mostani valóság lesz a fikció. Én azt állítom, hogy most, amit az emberek csinálnak, és a célok szerint akarnak csinálni, az ők mostani életük fikció. És valóság az, amit szeretnének, mert az egy szebb jövő, mint ami most van. Csak lehetőségük nincsen, és én ezt harmonizálom úgy, hogy ez találkozik. Ennek az emberiségnek, ennek a civilizációnak most nincs jövője. És akár 50-100 év múlva nincs jövője. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz emberi faj a Földön. De eltűnhet a társadalom, eltűnhet a boldogság, eltűnhet sok minden. Kialakul persze majd más. De azok, akik maradnak, az nem az emberiség krémje lesz, hanem a biológiai szempontból a túlélésre alkalmas egyedek fognak megmaradni, egy teljesen más primitív civilizációt alkotva. Hogy ez 1 milliárd lesz, a megmaradt, vagy csak néhány százezer, ez mindegy. De ebből a szempontból a mai emberiség, a mai tudásával, a mai képességeivel és lehetőségeivel 50-100 év múlva eltűnhet. Átlendítjük magunkat egy teljesen más irányba, de nem. Az egyik lehet a technokrata irány, ami az emberi minőségeket fogja kipusztítani, de tovább él az ember, mint egy technokrata civilizáció, tehát egyre inkább biorobotokká válunk. A másik irány pedig a humán irány lehet, ha két erős csapást nézünk. A humán az pedig pont a megértés irányába visz, pont abban, hogy a technika fog visszaszorulni, sokkal inkább egyfajta avatárhoz jellemző világkép alakul ki. Természetesen ezek csak nagyon erős festmények egy ilyen jövőképre. A technokrata irány nem csak az emberiséget, hanem a bolygót, a környezetet is át fogja formálni. A másik is, csak éppen milyen irányban. Az egyik egy természetes biológiai irány lesz. Hétköznap jön, és érzésekben egyáltalán nem lesz más. Nem fogjuk észrevenni.
ugyanannyira nem veszük észre, mint az ókor és a jelenlegi életünk közötti dolgokat. Ugyanúgy szerelmi problémákkal küzdöttünk, ugyanúgy anyagi problémákkal küzdöttünk, és ugyanúgy pusztítottuk a közvetlen környezetünket, de nem is mentünk messzire, tehát az életterünket pusztítjuk, és ugyanúgy minden évben volt tavasz. Tehát mindig megújult valahogy valami. Másképp volt, az tény, mint most, de mi ezt nem érzékeljük. Ebből a szempontból, hogyha mi ugornánk oda a jövőben, vagy vissza az ókorba, akkor érzékelnénk a különbséget. Az akkori emberiség nem fogja érzékelni a különbséget, azt fogja mondani, hogy van 30 évünk, hogy kipusztuljunk. Az emberi kapcsolat minősége lesz más, a jövőképünk lesz más, a hozzáállásunk magunkhoz, a jövőnkhöz és a más emberekhez lesz más. Mind a két irányban, a humán irányban is és a technokrata irányban is más lesz. És mind a kettőben van fejlődési lehetőség, és mind a kettő egy reális civilizációs lehetőség az univerzumban. Ebben nincs különbség. Nem lehet azt mondani, hogy jó vagy rossz, de mi biológiai objektumok vagyunk. Mi élőlények vagyunk. És ez egy olyan különleges érték az univerzumban, amelyet meg lehetne tartani, és lehetne fejleszteni. Pontosabban meg lehetne tartani, de csak azon az áron, ha fejlődünk. Ezért a biológiai rendszert kell fejlődni, az önszervező biológiai rendszert. Nem a kémiailag kiegészített és megsegített biológiai rendszert. Nagyon jó, hogy gyógyítjuk az embereket gyógyszerekkel, de ha egyik gyógyszer sem lesz olyan hatásos, mint egy alkotói gondolat az egészség szempontjából. Mert egy alkotói gondolattal pont olyan kémiai reakciókat lehet létrehozni, mint egy vegyszerrel. Az Express Operátor rendszer egy modell. A modellezés, én azt mondom, hogy a modellezésnek a magas iskolája. Hiszen a modellezést használjuk nagyon régóta az iskolában is. Példákat mondunk el valamilyen megértésére. Ez modellezés. De én megfordítom a modellezést, egy másik irányba is tudom használni. Alkotói modellezésnek nevezhetjük. Ez azt jelenti, hogy nem létező dolgokat modelleken keresztül lehet létrehozni. Ha most azt mondanám, ahogy van, akkor is lesz leírnánk az ijesztő lenne. De minden így van. Csak az emberek így nézik az életet, hogy ne féljenek. Átadok tudást néhány embernek, nem számít, hogy vissza tudják-e mondani, mert ha megkérdezett tőlük, hogy mi az EOS, nem tudják. Nem is fogják tudni, mert ahányszó megkérdezik, hogy mi az EOS, mindig más mondok. Pontosan mindig másképp mondok. Kapnak az emberek tudást, akik találkoznak más emberekkel, és mint egy fertőzés terjed. Mivel nem könyvből kell tanulni, ezért nekik nem kell elmondani. Egyszerűen ülnek, vacsoráznak valakivel, és átmegy a képesség egyik emberből a másikba. Sosem fogja tudni, hogy valamit csinál, azt innen kapta, és az innen kapta, és innen kapta. Ez az expert-operátor rendszernek az eredménye. Tehát létrehozok egy modellt, például a tudás átadására. Ez például egy expert-operátor modell. Matematika Rieder Fáradnak hívják. Ez a Jevgenyi Vasziljev és Zolotovnak a munkássága. Az apjára és a fiájé az expert-operátor rendszer munkássága, az enyém, meg az expert-operátor iskola. Tehát én rendszerbe foglaltam magát ezt a modellezést, ezt az egészet úgy, hogy bárki megtanulhassa mechanikusan ezeket a dolgokat. Van két ember, az egyik ember nem tud valamit, a másik tud valamit. Van mondjuk egy üzletember. Van egy elgondolása, hogy mit szeretne létrehozni. Ezt az elgondolást nem tudja átadni a másiknak, mert a másiknak nincs hozzá képessége. Ha lenne, neki jutott volna eszébe. De nem jutott eszébe. Sőt, havonta nagyon sokat fizet neki, és nagyon sokat magyaráz neki, sem csinálja úgy, ahogy kell. Ha ők expert-operátor módon dolgoznak együtt, akkor egy az egybe fogja átadni a tudásanyagát, az információ bázisát a másik embernek. És ennek az embernek kis idő elteltével, kell idő a változáshoz, elteltével saját ötletként meg fognak jelenni azok a fontos tényezők, amelyeket ez az ember szeretne találni.
Ez mindenképp egy gyakorolni. Ez mind természetesen tud jönni akkor, ha te érzékeled a környezetedet, és vezetővé tudsz válni. Domináns leszel a környezetedben. Te gondolsz valamire, és az elektronok nemhogy irányt váltanak a gondolataidra, hanem megkettőződnek. És te gondoltál valamire, és megtörténik ez a variáció is, és megtörténik ez a variáció, ahol egyetlen elektront lőttek csak ki. És ezt nem kell megtanulni, hogy hogy kell csinálni. Ez benned, ez természetes képességed. Tehát tárgyalás technikánál belejövök egy tárgyalóterembe, és megteremtem azt a környezetet, amelyben a tárgyaló félnek a válasza az igen lesz. Megértés alapján. Tehát együttműködés. Hát én az együttműködés rendszerét adom át. Kizárólag a nyer-nyerrel foglalkozom, és van bőven elegendő ember, hogy nyer-nyer alapon jó vállalkozásokat létesítsünk. Én úgy tudom odaadni neki az én termékemet, amire neki szüksége van. Ő viszont úgy tudja befogadni az én termékemet, amire nekem van szükségem. Az oktatás során a testnek a struktúráját alakítjuk át, a lélek struktúráját és a gondolkodás struktúráját alakítjuk át, így technológiát hozunk létre. Közvetlenül adom át az információt az embereknek úgy, hogy megváltoztatom a struktúrájukat. Tehát ők valóban érzik, meg tudják érezni, kézzel érezhetik mondjuk az érzelmeket. Tehát meg lehet fogni az érzelmeket. A kezemmel fogtam meg azt, ami más ember számára láthatatlan, és érzékelhetetlen, és megfoghatatlan. Dream Reality Cinema. Azért ez, mert erről van szó. Egy mozizásról van szó. Az álom és a realitás határán mozizik a mozizó. Tehát elviszük egy állapotba, amit álomrealitás határnak hívunk. Tehát a filmben rakok bele olyan vizuális és hanganyagokat, amelyek a tudatot, az agyat abba az állapotba viszik, amely az álomrealitás lesz. Az álomrealitás határ az pontosan az, amikor alszom is, meg ébren is vagyok, pontosabban úgy is fogalmazhatnám, hogy nem is alszom, és nem vagyok ébren. De ezen az emberek csak így átzolnak. A DRC annak a módszere, hogy átadjam azokat a képességeket, amelyekkel én rendelkezem. Ezt úgy hívják, hogy lokalizálás. Lokalizálok anyagi vagy más élettelen eszközökbe, tárgyakban információt és képességeket. Jelenleg megoldja az ember számára az ébrenlét is, ha az alvás periódusának a harmonizálását. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan alszol, és hatékonyan vagy ébren. Ami jelentkezik még, az a tudatos álmodásnak egy-egy része, illetve a tervezett álmodás még inkább. Ez egyedi meditáció, egy videószemüvegen keresztül és felhallgatón keresztül, és ebben az álomhatáron te félig tudatosan a napi teendőidet be tudod rakni az álomba, így tudatosan fogod tudni regenerálni magadat. Anélkül, hogy te ezzel bármit kezdenél. Reflexszerűen építem be az emberekbe azt, hogy lehetetlen szituációban helyesen cselekedj. Azt fogják tapasztalni, hogy másnaptól másképp látják a világot.